Folytatnánk a délutáni programmal. Itt történt egy picike változás. Kisvaludi Aranka, az értéktár referens sajnos nem tudott részt venni a mai programunkon, de helyette Marsa Györgyi Olgi, az is a helyi Iseszegi értéktárnak a titkára, nyugalmazott könyvtervezetőnk, illetve Valkony Antal tanár úr, Iseszeg díszpolgára, és mindenki videósa, aki minden iseszegi programot videózik és archivál, és gyönyörű gyűjteménye van az iseszegi dolgokról, fog nekünk előadást tartani, az értéktár oszlopos tagja, hiba szerint, ezt el kellett, hogy mondjam mindenképpen. Hát ők készültek nekünk egy kis előadással, illetve filmvetítéssel a helyi értéktárról, illetve Olgi szótején majd a Pest megyei értéktárról, illetve az értéktárnak a jelentőségéről. Akkor átadom a szót. Köszönöm, és szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon örülünk ennek a lehetőségnek, mert igaz, hogy próbálunk minél több helyen jelen lenni, de még mindig nem vagyunk eléggé benne a köztudatban. Talleyrand gróf, francia államférfi diplomata mondta egyszer Napóleonnak: felség, régi szokásuk a magyaroknak, hogy felnéznek nagyjaikra és büszkék múltjukra. Vedd el ennyi múltját, és azt teszel velük, amit akarsz. Hát ez egy nagyon rövid és sommás gondolat. Hát ezt nem hagyhatjuk. Gondolom, hogy ebben mindenkivel itt egyetértünk. Ebből viszont következik, hogy a nemzeti értékeink, a helyi értékeink megőrzése mindannyiunknak közös érdeke. A 2000-es években itt Magyarországon elindult egy tömegmozgalom, a magyarság, a magyar nemzet értékeinek az összegyűjtésére és az értéktárba rendezésére. És ennek a hatására ugye 2012-ben megszületett a Hungarikum törvény, 2013-ban pedig a gondozásokról szóló kormányrendelet. És ez lehetőséget biztosít a településeknek, hogy összegyűjtsék a helyi értékeiket. Iseszeg város önkormányzata élt ezzel a lehetőséggel, és 2013-ban az országban az első között nálunk megalakult ez a Települési Értéktárbizottság, amely jelenleg 5 fős, az elnöke Versenckiné Sziki Éva, tagja Valkony Tóni bácsi, aki maga is már egy iseszegi értéktár, mert a több évtizedes munkájával felhalmozott dokumentumok, filmek nagyban segítik a munkánkat, feltáró munkánkat. Tagjaink között van múzeumi gyűjteménykezelő, könyvtáros, képviselőasszony. Persze ez nem jelenti azt, hogy ez az ötfős bizottság végzi csak a munkát, hiszen a célunk az lenne, hogy minél szélesebb kört vonjunk be ebbe a feltáró, értékgyűjtő és védelmező munkába. Hát erre, hogy milyen ötleteket tudnék adni itt az itt jelenlévőknek, mert itt a szünetben, ahogy beszélgettünk például a Maglódiakkal, ott már működik az értéktár, nem tudom, hogy máshonnan vagytok-e, ahol szintén működik értéktár. Nagy Tartsán, igen. Tehát majd ott hátul is? Ja, azt hittem jelentkezték, bocsánat. Tehát ennek a munkának a kiszélesítése és a köztudatba való elterjesztése nagyon fontos dolog lenne. Hát erre mi kitaláltuk azt, hogy a felhívásunkat megjelentettük a művelődési ház honlapján, betettük az újságba, a szórólapokat elhelyeztük a könyvtárba, gyógyszertárba, a virágüzletbe, de a tapasztalat akkor is az, hogy a személyes megkeresések vezettek igazán eredményre. Ezzel még nem lehetünk elégedettek, de folyamatban van ez a munkánk. Az első között az volt a dolgunk, ugye, hogy összegyűjtsük, mindenki hozta a maga kis ötletét, és ebből összeállítottunk egy anyagot, ami, hát azt mondom, hogy több évtizedre még az utánunk jövőknek is munkát ad. Ebből szemezgetünk, ebből válogatunk a jelentőségük alapján. Ezt megbeszéljük, évente 2-3 alkalommal, illetve szükség szerint jövünk össze,
akkor megtárgyaljuk ezeket a javaslatokat, és döntünk róla 90 napon belül, ez a törvényi előírás, amennyiben úgy értékeljük, hogy ezt felveszük az értéktárba, akkor a javaslattevőt ugye értesítjük írásban, hogy bekerült az értéktárba. A döntéseik, határozatai megtekinthetők a művelődési háznak a honlapján. A javaslattételi adatlapok, a határozatok és egy kép galéria. Persze, hát mindezt még bővítenünk kell. Ez a munka folyamatos és azért nagyon sok időt vesz igénybe. Ezt mi tiszteleti nélkül végezzük szabadidőkben, de szerencsések vagyunk, mert a tagok közül ketten is már nyugdíjasok vagyunk, azért így több időt tudunk erre a munkára szállni. A szünetben itt kiosztottam, illetve a székekre letettem egy kis szórólapot, ami látható az az adatlap, amin ha valakinek kedve támad arra, hogy a helyi értékei közül javasoljon az önkormányzatnak, vagy a kulturális bizottságnak, attól függ, hogy melyik településen, milyen keretek között működik ez az értéktárbizottság, ezen az adatlapon teheti meg. Ez a hivatalos formanyomtatvány, tehát a javaslatokat csak ezen keresztül lehet beadni. Ha megnézitek, láthatjátok, hogy 9 kategória található itt, és itt a beszélgetések alkalmával gondolom, hogy 8 kategória van, és erre csak 7-et találtunk, kimaradt az épített környezet, úgyhogy azt majd írjátok bele, vagy ha a törvény tanulmányozzátok, ott szerepelnek ezek a kategóriák, mert 8 fő kategória van, de ezek ugye részletezve vannak. Most azért annyit felolvasnék, hogy ugye van az agrár és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, természeti környezet, turizmus és vendéglátás, és akkor ami kimaradt, az az épített környezet. A leggazdagabb talán a kulturális örökség, ha néztétek itt az előtérben azt a kis kiállításunkat, akkor láthattátok, hogy nagy része a kulturális örökség kategóriájából került ki, ugyanis ott tartozik ugye a mai napnak a lényege is, a néphagyományoknak az ápolása, a népművészet, és pont a héten hallottam, illetve szerdán a rádióban, hogy a Csóri Sándor programot, erről lehet, hogy délelőtt volt szó, nem tudom, hogy a 2,5 milliárd forint helyett az idén 5 milliárd forintot adnak erre a programra, és a kategóriát kiegészítették a népi tárgyalkotó művészettel. Tehát most már a Kárpát egész, ugye eddig is az egész Kárpát-medencére ki volt ez terjesztve, de ez a kategória még pluszként belekerült. Hát ennek gondolom, hogy örülhetünk, és csütörtöktől, illetve a héten csütörtöktől már a pályázat meg is nyíl, úgyhogy már lehet is pályázni erre a Csóri Sándor programra. Igen? Ja? Jó. No. Ja, hogy elvileg? Igen, még nincs meg az EPR-rendszerben a pályázat. Ja, még nincs. Értem. Köszönöm szépen. A javaslatoknak a beoldása folyamatos, a javaslatot bárki megteheti, tehát magánszemély, szervezetek, civil szervezet, intézmény, a lényeg az, hogy az adatlapon keresztül. Na most, ha majd kicsit jobban tanulmányozzátok az adatlapot, meglátjátok, hogy azért itt, azért ez egy komoly munka, mert először is le kell írni azt az adott helyi értéket, jellemezni és indokolni is kell, hát fel kell kutatni ezt az értéket, alátámasztani dokumentumokkal, ha van, akkor képekkel, videófelvételekkel, újságcikkekkel, úgyhogy ha be is külditek az értéktár bizottságnak, akkor előfordulhat, hogy hiánypótlásra kérnek fel benneteket, akkor ugye arra akkor azzal ki kell egészíteni, amit kérnek.
nem tudom, hogy közületek, akik most itt vagytok, volt-e már valaki, aki ilyen ajánlást valahol a településén már tett az értéktárba? Hát még nem. Hát akkor arra buzdítalak benneteket, hogy nézzetek körül, mert mi is, ahogy itt összeültünk és ötleteltünk, egyszerűen nem is gondoltuk, hogy mennyi helyi értékünk van, amit meg kell őrizni az utókornak, az utánam következő generációnak. Na most ezeket az észrevételeket, javaslatokat megtehetitek elektronikus úton, meg lehet tenni postai úton, de akkor a javaslat teljes anyagát elektronikus adathordozón is mellékelni kell, vagy pedig személyesen. Hát azt hiszem, hogy én többet nem is szeretnék most erről beszélni, ezekről az elméleti dolgokról, mert ugye mindig a gyakorlat a lényeg, hogy tulajdonképpen mit is kezdtünk ez alatt a 4 év alatt. Hát eddig 21 helyi értéket vettünk fel az értéktárunkba. Hát azért nem kis munka, és a mai napra azzal készültünk, hogy egy ilyen 40 perces összeállítást, filmes összeállítást készítettünk nektek, úgyhogy így ebéd után kicsit ellazulva a széken, mint a moziban, egy kis filmnézésre invitálunk benneteket, amelyhez majd időnként egy kis szöveget fogok alámondani. És akkor azzal fejezném be, hogy ugye szeretnék láthatóvá és szerethetővé tenni a minket körülvevő értékeinket, kincseinket, ez szolgálja a mai rendezvény is. Kultúrát nem lehet örökölni, az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog. Ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának, írta Kodály Zoltán, és hát ebben gondolom, hogy nagyon egyetértünk vele. És akkor most köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és akkor elkezdjük a filmvetítést. Ha esetleg valakinek van valamilyen kérdése, akkor arra szívesen válaszolok. Ha nincsen, akkor pedig elkezdjük a vetítést. Három helyi értékünket felvették a Pest megyei értéktárba, amire nagyon büszkék vagyunk, a Honvéd szobor, az Öreg templom és a Tavaszi emlék hadjárat, mindegyik a kulturális örökségünk része. A Honvéd szobor is a szegély elképe. A helyiek összefogásának eredményeként több mint 100 éve áll a településre, a hősökre emlékezve. Az isaszegélyek Marcsányi István Kántor tanító vezetésével már 1895 óta dolgoztak azon, hogy azoknak, akik a szabadságharcban részt vettek, emléket állítsanak. A szoborbizottság 1901-ben a csata 50. évfordulójára átadta országos közadakozással Radnai Béla szobrászművész alkotását, a Honvéd szobrot. A vaskerítéssel körülvett szobor korabeli öltözékben menetelő zászlótartó honvédet ábrázol. A szobor 5,5 méter magas, elsőrendű soskuti kőből faragott, mely harcról rohanó honvédet ábrázol. Jobbjában kivont kardot tart, baljában zászló van. A honvéd alapja egy darab kőből van faragva. A talapzat magyar munka, székely kőszobrászok faragnák. Talapzatán Görgei, Damjanics, Kafka és Aurik Dombormivel látható. Attól szobor talapzata alatt kritát vétesítette, ide gyűjtötték össze a falu belterületén elesettek maradványait. 2014-ben hasonló összefogás eredményeként közadakozásból felújított honvéd szobrot sikerült restaurálni. Az emlékművet 2014. szeptember 8-án a városvezetése átadta Isaszeg lakosságának. Thank you.
Sétánk során már messziről meglátjuk a nagyközség ékességét, a dombon álló, gazdag történeti múltat hirdető, Szent Márton tiszteletére emelt régi, római katolikus templomot. A jelenlegi barokk formajegyeket viselő épület alatt tárták fel annak a körfalú templomnak a maradványait, melyet a 12-13. Századfordulóján építettek. Erre az épületegységre húzták fel a 14-15. Századfordulóján azt a gótikus templomot, amit később díszes bejárattal, toronnyal bővítettek ki. Évszázadok során a sok harc következményeként a templom állaga romlott, és csak az 1758-as renoválással nyerte el mai formáját. Emlékhadjárat ma Európa legnagyobb katonai hagyományőrző rendezvénye, a kontinensen egyedülálló. Hatására falvak és városok lakói költik magukra újra az elfeledett népviseleteket, s fordulnak a magyar történelem, a magyar katonai hagyományok megismerése felé. A tavaszi emlékhadjárat egyik jelentős állomása az Isaszegi Történelmi Napok rendezvény sorozat, április 5-én, 6-án, az idén 3 nap is, 5-a, 6-a és 7-e. Az ide látogató gazdag szabadtéri programok között válogathatnak. Katonai hagyományőrzőkkel felvonulás, toborzó, közös táncház, huszártábor, katonai parádé, csata jelenetek, koszorúzások. Április 6-án a Magyar Hagyományőr Szövetség tagjai és az isaszegi hagyományőrzők, gyalogos és lovagos huszárok, hintók, szegerek, különböző szabadcsapatok mellett felsorakozik a csatatánc együttes apraja nagyja, a csatangoló táncsoport, a vendégnéptáncosok és az isaszegi asszonykórus eredeti népviselete öltözve. A több száz fős lovas, illetve gyalogos menet hóhozzenekar kíséretével a Szoborhegyhez vonul. A nap leglátványosabb történése a csata bemutatása, amikor hadtörténész idézi fel a régül dicsőséges eseményeit. Ágyudörgéssel, karcsattogással, lódobogással, puskaropogással terített színes harci jelenet tárul a nézők elő, mely hiteles képestest az 1849-es diadal pillanatairól. Életképet jelenítik meg a harcok elszenvedő település felgyújtott házait, menekülő lakóit. A tét mind a két hadsereg számára nagy volt. Ha a magyarok győznek, a császári királyi hadseregnek Budára vagy Vászra kell visszavonulnia, és ezzel befejeződik a Duna-Tisza köze felszabadítása. Ha a császári királyi hadseregre mosolyog a hadiszerencse, a magyar fél kénytelen visszavonulni, és biztonságra csak a Tisza vonalán szilárdíthatja meg helyzetét. Április 6-a nagypéntek, a magyar szabadságharc aranybetűkkel írt napja. Az isaszegi ütközettere ez, mely tartott egyik 12 órától a másikig, déltől éjfélig. Nem harc, nem ütközet volt itt, hanem párbaj 10 000 és 10 000 férfi között.
párval, gyalog és lóháton, golyóval és szuronnyal, karddal és puska aggyal, kövekkel és puszta kézzel. Egy óriási párharc. Olvashatjuk Jókai Morkészidő ember fiai című regényében, melyben a Király erdő című fejezetben emléket állít az isaszegi április 6-i győztes csatának. Kossuth Lajos 7-én Gödöllőn a következőt írta az Országos Honvédelmi Bizottmánynak. Tegnap vitéssereggeink az ellenségnek seregét Isaszeg vidékének irtózatos pozícióiból tökéletesen kiverte. Tisztelettel kell meghajolni Görgei fővezér előtt. Minden ember teljesítette kötelességét. Rózsa Sándor szabad csapatainak egy része 100 fővel, itt láthatók az előbb egy nagyon szép öltözékű betyár, és persze részt vettek a lengyel légióksok is, Visocki József vezetésével, körülbelül 1500-an. Isaszegi történelmi napok minden évben a nemzettudat erősítését szolgálják a győztes csata megélése által. Elindulása óta a Dózsa György Művelődési Otthon szervezi és rendezi, immár 30 éve. A néphagyomány az általános emberi értékek hordozója. Csóri Sándor volt az, aki a 20. század végén általános érvénnyel megfogalmazta. A népi kultúra nem csak múltunk része, hanem a jövőnk záloga is. Először minden népnek a saját hagyományát, nemzeti értékeit kell megismernie, azután másokért. Hagyományaink ápolása, gyökereink és nemzeti kultúránk őrzését, védelmét jelenti. Közösségteremtők és élménytalók. Május fáállítás és döntés. Rendszeres program egy évente a Művelődési Háznak. Május 1-e előtti éjszaka a legények feldíszített májfát állítottak kedvesük kapujába, az udvarlási szándék bizonyítékának szerelmi ajándékolt. Feldíszítették színes szalagokkal, pántlikákkal, selyemkendőkkel, és egy fehér átlátszó üvegben vörösbort kötöztek rá, majd így vitték el a lányos házakhoz. A reggelre díszett májusfa kiállítása kinyilvánítása volt annak, hogy ki kinek udvarol. Minden lányos háznál étellel, italral kínálták a vendégeket, majd elkezdődött a tánc.
megerősítésére a hónap végén kerül sor, a legbátrabb, legiesebb legény felmászik a fa tetejébe, hogy lehozza a felkötött itókát. A sikeres mutatvány után ledöntik a fát. A május habontása játékokkal, versenyekkel tarkított ünnep, kimuzsikálják, kitáncoltatják a fát. Nagy szégyen volt, ha a májusfát nem táncolták ki, mert ezzel azt hozzák nyilvánosságra, hogy a fiú elállt az udvarlási szándékától. Ha egy leány megsértette egy legényt, akkor könnyen kukoricaszálból kapott májusfát, ami igen nagy szégyen volt. Születi vigalom, máig élő hagyomány. Titeket is szépen daloló, kis a szegő asszony. Húzzál, Vanda, hogy egy jót mulassuk! A menet fontos szereplője a kisbíró, aki gyalogosan halad a menettel, minden utca sarkon megáll és dobol. Beszámol tréfás limbusokkal, az év során a faluban, a városban történt dolgokról, és meghívja a falu népét a születi bálba. Otthontól indul, hogy aztán körbejárja az egész várost, élvezve a kíváncsi tekinteteket. Több helyen áll meg a menet, miközben minden megállóban táncol és kíváncsi, és énekkel kedveskednek az érdeklődőknek, toborozzák a népet az esti születi bálra. Miközben az asszonyok finomabbnál finomabb süteménnyel, pogácsával, kaláccsal, a férfiak pedig vörösborral és fehérborral kínálják a nézelődőket, és a járműben utazókat is. Az éppen csak járni tudó picit szereplői a igazságnak, már ők is szép népviseletben jelennek meg. A vállukon, amely szőlőhürtökből, búzával, szalagokkal díszített. Megjelennek a régi idő szereplői, a bíró, a bíróné, csőszlányok és csőszlegények. Az asszonykórus tagjait láthatjuk, akik minden isvesztegi hagyományozó rendezvényen részt vesznek, és nagyon jó hangulatot tudnak teremteni, most is beöltöztek jelmezbe, amely szintén a születi mulatságoknak az egyik része. Töröknek, szerecsennek, vándorás, árusnak, cigánynak, medvetáncoltatónak is be szoktak költözni egyes helyeken. És most már vonulnak vissza a művelődési házhoz, ahol aztán nem sokára kezdődik a születi mulatság. A Csatatánc Együttes 1968-ban alakult meg hivatalosan. A néptánc kiemelkedően fontos a város életében. Ekkor vették fel a csata nevet az 1849. április 6-i győztes kisaszegi csata emlékére. Kisaszeg hagyományőrző, több korosztályt magába foglaló,
határainkon túl is ismert csatatánc együttes idén ünnepi fennállásának 50. évfordulóját. 1990-től Bászkiné Varga Judit az együttes művészeti vezetője, aki az alapító tagok között volt. Ma már több mint 100 tagja van az együttesnek, az óvodáskortól egészen az idősekig. Az isaszegi együttes, az isaszegi néphagyományokon számos népcsoport és tájegység táncait is táncolja, a teljesség igénye nélkül például szatmári, rábaközi, madocsai, gyöngyfalvi, délalföldi, bagi, szlovák. Korosztályunként számos sikert mondhatnak magukénak, az országos minősítő versenyeken, külföldi vendégszerepléseken, tévés fellépéseken és más bemutatókon egyaránt. Vendégszerepeltek Franciaországban, Olaszországban, Szicíliában, Ukrajnában, Lengyeleknél, Bulgáriában, Görögországban, Törökországban. Az együttes Pest megye művészetéért, Pest megye népművészetéért, isaszeg művelődéséért kitüntetést birtokosa. Elsőként kapták meg a Vagi Muharai Népművészeti Egyesülettől a megtisztelő portörő díjat. Minősítést, 2013-ban Muharai díjat, 2015-ben a Galga vidék rangos díját, a Vankóné Dudán Silóról elnevezett díjat. A táncegyüttest Isaszegváros önkormányzata tartja fenn, szervezetileg a Dozsa-György Művelődési Otthon és Múzeumi Kiállítóhelyhez tartozik. Szüleiből. A tánccsoportot Kővágó Zsolt táncművész vette a szárnyai alá. A csapatból egy igazi baráti társaság alakult. Anyaországi, erdélyi és Kárpát-medencei táncokat táncolnak. Teljes egészében önálló, önfenntartó, mindent önerőből oldanak meg. A tánccsoport rendszeres közreműködője is a kulturális, sport és hagyományőrző életének. A képviselőtestület és a SZEG hagyományaiért díjat hagyományozott nekik 2014. augusztus 20-án. 2014-ben Szegeden a 4. Népek Tánca Népek Zenéje Fesztivál döntőjén való részvételért pedig kiemelt aranyunk levélben részesültek. Hivatalosan is megalakult az asszonykórus.
még élő népszokásokat jelenítenek meg énekelve, gazdagon díszített is a szegi népviseletben. Nagy szeretettel éneklik hazánk is a szeg és a galga mentelek szemlétalai. Elnyerték az aranypálva díjat, az aranypálva nagy díjat, Vas Lajos díja 2002-ben is a szeg művelődéséért kitüntetést kapta. Az asszonykórus vezetője Nagy Jánosné, mindenki Marcsó nénie. Népviseletünk elsősorban gyönyörű, színes és jellegzetes hízés mintáiról nevezetes, melyek a kékfestő kötényeken és kruszlikokon is láthatók. Az egyedileg készített, előrajzolt hímzés minták az egykori íróasszonyok ékes művei. A hímzések különleges elemei a rózsák, rózsabimbók, kalászok, margaréták. Gyakran alkalmaznak különféle gyümölcs motívumokat is, ragyogó cseresznye és eper mintás. Két lila és piros virágos motívumok a kiforrott kézi munka hagyományairól tanúskodnak. A lapos hímzés technikájával varják ki, a széles öltéseket egy-egy rövid vagy hosszabb ráöltéssel fogják le. A darabokat ezután slingeléssel, orgolással vagy csipkével egészítik ki. Gyakran kontúrozással emelik ki a virágokat, fehér alapon feketével vagy kék alapon fehérrel kontúroznak. Egyébként díszítési mód a lyuk hímzés, ami mindig párosul egy kevés, lapos öltéses hímzéssel. Ennek napjainkban is egy jelentős képviselője Balkas Istvánné. Ezeknek az isaszegi motívumoknak, hímzéseknek a mai ember életében is meg kell találniuk a helyüket. Be kell illeszkedniük a mindennapok kultúrájába. Ennek egyik érdekes példája egy helyi alkotó Nagy Eszter művészi tevékenysége, aki mandalákat készít az isaszegi hímzés forma és színvilágát felhasználva, megörökítve. Népszokásokat is felelevenítő sátoros lacikhoz hozzátartozott a kemencében sütött finom lacziskalács. Kis Vincéné, Legénde Andus néni 2016-ban ünnepelte születésének 100. évfordulóját. Kemencében sütött kalácsát talán nincs olyan ember, aki ne kóstolta volna meg az isaszegi laciban. Az egyik riportban, ami készült vele, így beszélt. Paraszlagzik voltak akkor, sátorosak sok-sok vendéggel. Az előkészületek már kedden elkezdődtek. A 12 féle süteményhez és az ételek elkészítéséhez idő kellett. A kalácsot csak csütörtökön kezdtem el sütni, amihez még a kemencét is én gyújtottam be. 11-12 kalács jut egyszerre, nagy fekete magas falú tepsikben, amit erre a célra én csináltattam. Volt, hogy 33-36 darab is készült egy esküvőre. Van saját kemencém, a 90-es évek végéig magam sütöttem benne. Ma már csak irányítom a munkát, mutatom a gyerekeknek, hogyan kell csinálni.
ott jött, itt van az Ambrus néni. 16-ban volt 100 éves. A nemzet nagyjainak emléket állító emlékművek, emlékhelyek, történeti és kultúrtörténeti emlékek, melyek fontos építő elemei nemzeti örökségünknek. Fontos részük van nemzetudatunk alakításában, segítik a lokálpatrióta kötődések kialakítását, fenntartását. Az eredeti képesfát láthatjuk a képen, amely egy hása volt. A fára egy Mária képet helyeztek, így lett a fa neve képesfa. Búcsújáról pihenőhelye és imádkozó helye volt. Története, hogy április 6-án éjjel egy gyalogsági zászlóaljával Kalmár Károly és a szegi honvéd kapitány megpihent ezen a helyen. A kimerült sereg hamar elszenderedett, miközben egy osztrák seregrészt kísérelt meg támadást ellen. A szájhagyomány szerint Szűz Mária megjelent álmában és figyelmeztette őt a leselkedő veszedelemre. 2011-ben Isaszeg város polgárai, a történelmi vitézirend és a csatangoló táncsoport történelmi eseményhez valóban méltó emlékparkot alakított itt ki. A Párholyfa. Közvetlenül a vasúti átjáró előtt az utolsó ház kertjében áll egy terebélyes, 3 méter átmérő, 20 méter magas nagy bukrétafa vadgesztenye. A kerítésen egy régi emléktábla hirdeti az arra járónak. Ezen a helyen vívták párbajukat Baradai Rihárd és Palvic Otto, Jókanyor Közszívű ember fiai című regényének hősei. Az öreg honvéd huszárt és az osztrák tisztet itt hantolták el 49. április 6-án. Az aradi vértanok emlékfáját az Együttműködés Isaszegért Egyesület felkérésére Makoszec Imre, Kossuth Díjas építész tervezte, Velekei József szóvászművész készítette el egy 6 méteres dőrfából. Az Együttműködés Isaszegért Egyesület elnöke felképesen átjárt az emlékfáját. Az életfa középső részén az angyal teste az alkotó égírással véste be a vértanúk nevét. Az aradi vértanúk közül ketten, Aulik Lajos és Damjanics János tábornokok harcoltak az isaszegi csatában. Az emlékmű átadására 2008. október 6-án került sor. Isaszeg történelmi emlékhelyén egyedülállóak az országban.
márciustól októberig zarándokként keresik fel mindazok, akiknek szívében él az emlékezés igénye a magyar történelem dicsőséges korszakaiban. Mindenében a városi megemlékezésen e harang megkondításával hajtanak fejet az 1848-49-es szabadságban elesett hősök tiszteletére. A harangnál felavatására és megszentelésére 2011. április 3-án került sor. Ezen napon avatták történelmi pihenőhelyét, a honvédsírokat, jelképesen átadták az emlékhelyet a jövő nemzedékének. Az emléktáblák emlékeztetnek dicső történelmi múltunk eseményeire, felhívják a figyelmet a település életének fontosabb állomásaira. Ilyen volt ugye a városra avatás 2008-ban, idén ünnepeljük 10. évfordulóját. Az első lengyel emléktábla 1972-ben került a polgármesteri hivatal falára. Két nemzet van egyesülve bennünk. S mi két nemzet, a lengyel s magyar, van egy sors, amely hatalmasabb, mint a két nemzet, ha egy célt akar, írja Petőfi 1849 című versében. Itt a lengyel konzult látjuk, amint éppen koszorúzza az emléktáblát. Minden évben ettől az emléktáblától indul az április 6-ai felvonulás. Mottójuk, a zene az öröm társa, a bánat orvossága. A kamarakórus 1990. október 1-én a Zene Világlapján alakult meg Surman Mária vezetésével. Szívügyük a Gregorian egy szólamudalok népszerűsítése. Fesztivál kórus minősítéssel 2016 óta pedig hangversenykórus minősítéssel büszkélkedhetnek. Ez a kamarakórus kategóriában kiemelkedő eredmény. Kiseszeg gyógyszerésze volt, az első magyar egyetemi végzettségű gyógyszerésznő, Tinágius Szerafin. 1903-ban szerezte meg a gyógyszerészi oklevelét. 1918-ban vásárolták meg az Isaszegi Angyal gyógyszertártat, ettől kezdve éltek Isaszegen egészen a gyógyszertárak államosításáig. 2016-ban halálának 60. évfordulója alkalmából emléktáblát avattak fenn, avattunk a Falu Múzeumban. Smolica József tőzsgyökeres isaszegi. Tanult mestersége az asztalosság. Itt él, dolgozik, alkot. Az ikonfestéssel egy belső hang készítésére a 90-es évek óta foglalkozik. Egy festőbarátja ikonjait látva kezdett el festegetni, saját erőből tanulni, utána járni. Évente 15-20 ikont fest. A Szent Korona és a magyar motivumok mindig feltűnnek az ikonjain. Gyakran festi meg magyar szentjeinket és Boldog Izsébet a magyar alapítású Pálos szerzetesen alapítója. Egyedi jellegzetessége, hogy ikonjain a magyar rovásírást használja. A bútorokon, berendezéseken is feltűnnek a magyaros díszítő elemek. Nem automatikusan másolja az ikonokat, hanem beleviszi egyéniségét, magyarságát. Ihletet merít csodálatos népi kultúránkból, hagyományainkból, nyelvünkből. Az ikonfestészet számomra művészi küzdelem, és ugyanakkor imádsággal teli meditáció, vallja magáról. Ezzel kisfilmünk végére értünk.
mert szerettünk volna egy kis löketet adni, kedvet adni ahhoz, hogy mindenki gondolkodjon el a helyi értékeken, amelyeket érdekes megmutatni a szűked hazában, településen, illetve akár nagyobb nyilvánosságot adva ennek. Azt a kis filmben elfelejtettem kihangsúlyozni, hogy például az első magyar gyógyszerésznőt és Szmorica József ikonfestőt azt javasoljuk a Pest megyei értéktárba felvenni, illetve a tavaszi emlékhadjárat, ugye, amelynek része az isaszegi történelmi napok, azt pedig fel van terjesztve a magyar értéktárba, tehát hungarikummá minősítésre. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen Olginak és Tóni bácsinak ezt a nagyon szép összeállítást is a szegély értéktáráról, és egy pár perc szünet következik.